Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban ismételten Clash Royale-ozni fogunk. Nagyon-nagyon rég mondtam ilyet még hozzá azért, mert hát rég volt Clash Royale-os videó. Ugye én videózásomat Clash Royale-ozással kezdtem el, szóval így ez a játék azért nagyon hozzánőtt a szívemet, és nagyon-nagyon szeretem is ezt játszani, és van is benne már egy nem kevés órám ebben a játékban, azt kell, hogy mondjam. Igaziból csak nyáron szoktam ezzel a játékkal játszani, viszont most jött egy olyan update, amiért azt gondoltam, hogy oké, csináljunk bele egy videót, játszunk egy kicsit többet, és az elmúlt két napban igen sokat játszottam ezzel a játékkal, meg is szereztem a Archer Queen-t, szóval ma ezt fogjuk kipróbálni, de mielőtt bevágunk a mai videóba, meg kell akarni mindenféleképpen támogass hatalmas lájkkal, illetve feliratkozással, hiszen ez neked csupán két gombnyomás, nekem meg mindennel többet jön, hogy is lemenjem a lájkot, vagy a feliratkozással, kettőt kombinál, akkor örök hála, plusz 12 nap, minden egyes feliratkozásért jön a lájkért, szóval köszönjük szépen, hogy a feliratkozó vagy lájkolsz. Na de akkor ugye, a Clash-ra az annyit szeretnék mondani, hogy egy játszogatok a játékkal, jelenleg kicsit kijöttem a rutinból, mert nem játszok vele aktívan a játékkal, most kezdek, hogy kicsit két napja visszaszokni a játékba. Viszont a mai videónak a fő célja az, hogy megpróbálunk nyerni egy mérkőzést úgy, hogy 11-es Archer Queen-t használunk. Ugye alapvetően ebben a deckben nem Archer Queen-t szoktam használni, hanem Magic Archer, de most Archer Queen-nel fogjuk kipróbálni. És ez azért lesz egy nagyon-nagyon nehéz feladat, mert ugye ha megnézitek a deckembe 1, 2, 3, 14-es lap már most is van, és az ellenfeleknél is rengeteg 14-es lap van. Szóval az a mai videónak a fő célja, hogy megnézzük, hogy Archer Queen megállja a helyét a 14-es lapok között, akkor beesülünk a mérkőzésbe. Meglátjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen tudunk egy győzelemeskedni, vagy pedig sem. Jó lenne azért, ha esetleg tudnánk egyet nyerni. Közben volt egy meccs, amit elvesztettem, sajnos mert rossz internetem voltam, azért lagolt a játék. De most megnézzük azt, hogy itt tudunk-e nyerni, vagy pedig sem. Egy 13-as Mega Minionnal kezd az ellenfél. Én a Royal Gastot játszottam le. Nagyon-nagyon nehéz nekem egyenlőre, hogy kommentáljak, illetve a játékra is koncentráljak, mert nagyon elszoktam attól, hogy én Clash Royale-t kommentálok sajnálatos módon, de azért megpróbálok tényleg mindent megtenni, amit csak megtudok. Jelenleg egészen jól halad ez a mérkőzés. Most egyet kockáztatni fogunk ezzel a Battle Ramage támadással, ami úgy néz ki, hogy a végső soron nekünk jó is lehet akár, hogyha a Pekka okosan csap, nem, sajnos nem azt csapta. Ő 12-est használ abból a Golden Knight-ból, de ettől függetlenül úgy sejtem, hogy ez most egy igen jó akció lehet számunkra, de sajnos rendelkezik azzal a lappal, amivel nem kellene rendelkeznie, de azért így is egy igen komoly sebzést fogunk bevinni a tornyába, ami azért mindenféleképpen egy jó történet, sőt, nagyon brutális, majdnem meg is van a torony. Lényegében egy fireball HP-nyi az a torony, míg a másik toronyban is igen sokat tudtunk sebezni. Szóval egyelőre ezen a mérkőzésen jól állunk, de az Archer Queen-t még nem játszottuk meg, szóval azért nem mondanám azt, hogy az Archer Queen-nek köszönhetően állunk olyan jól ezen a mérkőzésen, de azért ne bízzuk el magunkat, mert még meg kell nyerni. Most nem a kevesebb HP-s toronyra fogok támadni, mert ha azt a toronyot leszedném, akkor ugye értelemszerűen beaktiválódna a King Tower, ami jelenleg nekem nem célom, hogy a King Tower beaktiválódjon, ráér az majd akkor, hogyha a fireball a legvégén ledobom. Szerintem addig nem kell sürgetni ezt a King Tower beaktiválását. 14-es Fire Crackle-ja van az ellenfélnek, tehát azért nem egy gyenge ellenfél, aki ellen játszunk. Hát igen, Firebolt is ismeri sajnos, ezt viszont elnyomjuk, mert le fogja nyomni azt a valamit, és épp ezért nyomtuk el a Archer Queen-nek a képességét. Loggal mondjuk sajnos kivégzi, ezt viszont sajnos nem engedhetem meg neki. Azt a Pekának meg kellene oldani, kérlek Pekka, old meg! Nagyon jó vagy. Ülünk egy Bendize segítségnek, ami nem biztos, hogy jó döntés volt, hiszen ő lerakta meg a Minion-t, ennek köszönhetően a Bendit így is bedeselt a toronyba, viszont most egy kicsit nehezebb helyzetben leszünk, ezt ide le kell játszani. Nem így kellett volna lejátszani. Hát igen, sajnos mert kicsit kijöttem a játékból, ezért ilyen hibákat elkövetek, de igazság szerint nem volt annyira vészes a történet, mert így se kapunk olyan sok sebzés, mint amit akár kaphattunk is volna, hogyha még rosszabbul játszom meg, de szerencsére azért ez nem történt meg. Így sem állunk fényességes dicsőségesen, de azért azt kell mondjam, hogy rosszul sem állunk jelen pillanatban. Lejátszuk a Queen-t is, pont kapta a sebzést, viszont ebben a helyzetben most azt gondolom, hogy egész jók lehetünk, és Fireball-al kivégzi a Queen-emet, ennek sajnos nem tudok örülni, egyáltalán nem tudok örülni. Valószínűleg le fog játszani most valami lapot oda a Heathoz. Nem játszott le a Heathoz lapot, pedig szinte biztos voltam benne, hogy ő most a Heathoz fog pusholni, amennyire csak tud, hiszen számára ez egyetlen egy reális esély a győzelemre. Viszont mindent meg fogok tenni, hogy ő azt a torjamat ne vigyel, és ez meg is fog történni, így most már nekem csak ezt a Fireball-t kell kidobnom, hogy az első mérkőzés sikeresen meg is nyerjük, így az első meccset megnyertük. Én emlékeztek mindig, ezt a Royal Gastos emotet elnyomom, illetve a végén még egy kicsit meg is kalapálom, hogy biztos meglegyen a győzelem. Így az első meccset megnyertük, ugorjunk is be már csak a következő mérkőzésünkbe, ahol remélhetőleg szintén hasonlóan jól fogunk teljesíteni, mint ahogy az előzőn tettük. Azt gondolom, hogy azért meg lehet nyerni talán ezt a mérkőzést is, nem könnyű, tehát Clash Royale-ban minden egyes mérkőzés tényleg lutri. Megnyerheted ellenfél is, te is,
És tényleg nagyon-nagyon nehéz matchupok is vannak, tehát például bizonyos dekek ellen szinte minden esetben ki kell, hogy kapjak ezzel a paklival, más dekeket meg kb. Mindig megverek. Ez egy nagyon-nagyon érdekes játék, és nagyon szeretem is ezt a játékot, tényleg nagyon sok nagyon jó fordulat van ebben a játékban szerintem. Szóval most a terv az, hogy megindulunk egy battle-remes pussal, hisz ugye most már a Ramon 14-es, így azért azt lehet erőltetni, én azt gondolom. A Quint elnyomjuk. Nem az igazi, de még akár jó is lehet. Nem lett jó. De viszont szerintem elixir fölényben kell, hogy most legyek. Ugye ő elég sok elixirt költött, ugye lerakott egyszer egy Teslát, lerakott egy Dark Prince, rakott egy Huntert. Szerintem elixir fölényből indítom meg ezt a támadást, mikor nem is kis elixir fölényből. Ennek köszönhetően ő még mindig nem rakott semmit, és most rakott le egy lapot, amit viszont igen könnyen fogok védeni. Egyetlen egy Royal Gust-tal, és abban is a Royal Gust-hoz fog menni Counterre. Hát ez most nem egy előnyös helyzet a kollégának, abban biztos vagyok, hogy ő most annyira jól magát nem érezheti ebben a helyzetben. Ugye ott megy a kedves kis Gust, és egy Butterrem-mel meg is fogom kísérni, hogy azért biztos fájjon neki az a sebzés, amit a Gust, illetve a Butterrem kioszt. És közben pedig itt megy a másik oldalt a még komolyabb sebzés. Egyik oldal biztos, hogy megvan a torony, de szerintem a másik torony is meg lesz. Így is van, meg kell lennie. A Queen egyelőre olyan sokat nem tett hozzá, de azért azt kijelenthetjük szerintem, hogy a Queen megállja a helyét. Tehát, hogy a Queen abszolút hely tud állni, hisz igaz, nem elsősorban a Queen miatt nyerem meg a meccseket, de ettől függetlenül megnyerem a meccseket, úgyhogy a deckemben van az a Queen. Szóval mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez a Queen kifejezetten jól helyt áll. Nem tudom, hogy jobban menne a játék, hogyha nem a Queen lenne benne, hanem esetleg mondjuk benne lenne a Magic Arch, aminél alapvetően benne szokott lenni. De most egyelőre azt gondolom, hogy a Queen ez 14-esen nagyon-nagyon erős lap lenne, és nagyon durván helyet tud állni. Most megnézzük azt, hogy vajon ez nem túl szerencsés. Ú, de elrontottam azt a banditet. Vagy nem? Nem, annyira nem rontottam el, de nem lett a legjobb sajnos. Oké, viszont most megy a Queen-es counter push. Na nézzük, mit kezd a Queen ellen. Na nézzük. Ja, játszom el a... egyelőre még nem. Sajnos Magic Archer-rel rendelkedik az ellen, nem Magic Archer-rel, bocsánat, hanem annál sajnos rosszabbal. Lejátszuk. Á, nem a jó. Nem jó, hanem rossz. Igazából azt a Queen túléli, és talán még egyszer nem fogom tudni. Ha 14-es lenne, akkor még egyszer elnyomhatnám a képességét, de így nem tudom sajnos elnyomni, mert valószínűleg leakeltem volna, hogyha elnyomom, és fölöslegesen vesztettem volna egy elixírt. De nem probléma, megpróbáljuk még ezt a mérkőzést valahogy összehozni. Ugye Pekás ellen kell játszanom, az sose egy egyszerű matchup, valamiért Pekás ellen nem szoktam jól teljesíteni. Pedig én Arena 4 óta Pekával játszok, szóval Pekának minden egyes fortéját tényleg azt merem mondani, hogy ismerem. De valamiért Pekások ellen nem szokott olyan jól menni a játék. Ez a Hogison is becsapott a toronyba. Viszont azt gondolom összességében, hogy most talán Elixir fölényből tudom megindítani a támadásomat, viszont ezzel együtt az is probléma, hogy jobb lapjai vannak. Várj. Ekkora Pekka counter kevés van a játékban, mint a Guard. Nem lesz könnyű a damage, de legalább nehéz a banditet megint elrontom. Nagyon-nagyon magas hibaszámmal játszok egyelőre, azt kell, hogy mondjam. Így egyelőre a mérkőzésen nem is teljesítek kifejezetten jól. Nem azt mondom, hogy borzalmasan állunk, hisz még bőven megvan az, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Nem lehetetlen, de nem lesz egy könnyű feladat ezt a mérkőzést győzelemre hozni. Poison-nel is rendelkezünk, alapvetően nem lenne olyan nagy probléma, de ugye, mivel a Queen-em igen kis levelű, így majdnem, hogy kivégzi a Poison a Queen-emet, ami azért mindenféleképpen egy ijesztő helyzet. Nos, a lag az meg egy még sokkal, de ijesztőbb történet. Ott minionokkal szépen fogja azt védeni. Viszont ettől függetlenül, hogy most ezen az oldalt szerintem akár egy szépet is sebezhetnék, hogyha az a Gust elkezdett volna játszani is, de egyelőre ezt még sajnos nem lépte meg, csak majd most el fogjuk nyomni. Szépen játszik az ellenfél, nagyon szépen poisonokkal viszi el a tornyom. Igazság szerint ezt a poisonnek köszönhetően meg is fogja nyerni. Lényegében poisonokkal fog elverni. Nagyon szomorú kijelenteni, de ez fog történni, egy spellből fog megverni. Azért megpróbáljuk még valahogy behúzni ezt a mérkőzést, de biztos vagyok benne, hogy innentől kezdve nem lesz könnyű feladat. Talán ez az utolsó esélyem arra, hogy valahogy összeszedjük magunkat egy utolsó, mindent elsöprő támadásra, hiszen most már több lehetőségünk, abban biztos vagyok, hogy nem igazán lesz.
hogy itt bármi nagyot alkossunk, viszont ebből a pushból talán még én azt gondolom, hogy akár valami szépet is tudunk csinálni. Ha a Queen ott az túléli, az fontos lenne, és túlélte a Queen, az nagyon jó, az is túlélte. A Log viszont nem torra, ez jó lehet. Ebből azt gondolom, hogy akár meg lehet a meccs. Ebből a pushból akár meg lehet a meccs. Ebből meg kell lennie most már a... Így is van. Na vajon most mi történt? Megnyertük. A Queen nem egy rossz lap. Abszolút nem egy rossz lap ez a Queen, azt kell, hogy mondjam, hogy a Queen ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó lap, és még kapunk 10.000 gólot, ami meg pláne nagyon jó. Ez a Queen 11-esen bőven megállja a helyét, még egyet elmegyünk játszani, utána megnézzük, hogy jelenleg hányadikak vagyunk az országban. Még olyan 200 körül tippelem magam, talán ilyen 270 körül lehetek. Jelenleg az országban most nem vagyok túl fent. Egy kockázatos kezdéssel fogunk kezdeni egy PK-val, de azt gondolom, hogy hát, ezt a decket nagyon-nagyon nehéz megverni PK-val, nagyon-nagyon nehéz megverni. Így van, tipikus logbait, nagyon-nagyon nehéz. Meg lehet verni, meg lehet verni. Meg lehet verni, de nagyon nehéz. Ez az igazság, hogy nagyon nehéz megverni. Főleg, ha az ellenfél szépen is játszik, és egyelőre nagyon szépen játszik az ellenfél. Nagyon szépen. Nem lesz meg. De hát igazából meg lehet. Előbb is nagyot tudtunk fordítani, de most az a Knight, az amit ott csinál, az... Igaziból nem tudom. A terv igazság szerint az nagyjából az, hogy megindítok egy pegapust vagy kétszeres elixírba egyik oldalra, és a túloldalra meg egy rampust, és a rammal fogom kiszedni az infernót, és akkor a peka majd talán be tud menni torony alá. Sokkal jobb ötletem jelen pillanatban nincsen, de ez szerintem akár egy működőképes taktika lehet. Főleg, hogy most látott azt a Princess-t, ez is szerintem hozzásegíthet minket akár ahhoz, hogy meg tudjuk majd nyerni ezt a mérkőzést. Szerintem ez most jó lehet nekünk. Ez most az a helyzet, ami igazság szerint, ami valamilyen szinten azt mondhatjuk, hogy igen, na ez kell. Na ezt kell játszani. Lehet, hogy oda kell volna inkább játszani a battle-remet, de szerintem így is el fog menni toronyig, így is van. Ezt most kifejezetten jól játszottuk meg, és a 14-es battle-rem bizony sebez, ha csak egy princesszel akarod védeni. 10 sebezni. Nem szabadott most több sebezést nagyon kapnom, igaz, elixír hátra... Áááát, mit hibázok! Ájjaj! Ájjaj, és most így ki kell játszanom ezt a nagyon kulcsfontosságú lapot. Ami viszont több szempontból is probléma, ezt nem játszhatom le arra az oldalra, hiszen ha lerajátszanám oda, abba egész biztosan baj lenne. Nagyon szépen játssza a Princess-t, jól csináltam. Tehát így most nekem nincs elektrovizim, ami viszont problémás. Neki meg van infernója. Hát ezt nagyon elszúrtam, azt kell, hogy mondjam. Nem. Ezt annál is jobban elszúrtam. Ezt amennyire el lehetett, annyira rontottam el. Húf. Ha csak... Az mondjuk elmegy a toronyig szépen. Ott jó a sebzés. Csak közben lesz újabb rakítja, és akkor meg fogja nyerni a meccset. Így is van. GG, well played. Egy nagy hiba, egy nagyot hibáztam, el is vesztettem az utolsó mérkődésünket sajnos a mai videóba. És neki is megvolt a gáztos amúgy, ő is egy igazi OG player. Jól játszott. Megversz, gratulálok neki. Viszont meg fogjuk nézni, most hányadikak vagyunk az országban, csak így kíváncsiságból. Valószínűleg olyan 200. köré tippelem magam, 250-270 valahova oda. De lehet, hogy még lejjebb is vagyok, mert ugye meglátjuk. Hát lejjebb vagyok, 294 országban, ahogy vagyok. Azért ennél még feljebb fogunk menni remélhetőleg. Na srácok, a mai videó ennyi lett volna. Ha jelezhetszétek egy like-ot, hogy szeretnétek el következő klesélyos rész vagy részt vagy sem. Nándorjá voltam, remélem elősztetek, ha igen, akkor felkozz a like-olnért. Köszi a figyelmeteket, legyetek jók. Holnap találkozunk egy újabb videóban, addig is velemtartás, komment, és persze főkesen végzősz, sziasztok, ciao, bye bye, csőcső, ciao.